Dr. Magyar György a népügyvédje, hiszen nagyon sokan ismerik őt, hiszen ügyvédként nagyon sokat szerepel a médiában, és mindig a jobb oldalára áll, és az igazság oldalára. És nagyon fontos, hogy ő egyébként civil emberként a mi színeinkben indul, Siófokon, és itt a siófoki választókerületben azért, hogy visszaszerezze az emberek bizalmát ahhoz, hogy Magyarországon újra jogállam legyen. Számomra nagy megtiszteltetés volt ez a felkérés. Említettem már egy korábbi felszólalásomban, hogy a 8-as számnak nálam nagy jelentősége volt. 2018. február 8-án szólítottak meg a helyiek, civilek és pártemberek, hogy mi lenne, hogyha én nem csak beszélnék arról, hogy a demokráciát vissza kell állítani, és a jogállamot Magyarországon tennék is érte, mit szólnék ahhoz, hogyha jelölnének. Akkor én azt mondtam, hogy ha egy jelölt marad a jelenlegi hatalom reprezentásával szemben, akkor van esélyünk. És amikor meghallottam, hogy a Párbeszéd az MSZP-vel együttműködik, akkor azt gondoltam, hogy még nagyobb esélyünk van. És amikor meghallottam, hogy Karácsony Gergő szintén kívülről jön, ahogy én is kívülről jövök, és megpróbál szakmai alapon olyan segítséget nyújtani a társam tagjainak, ami esetleg ebből a kátyúból, ebből a borzasztó mély kátyúból kivezetheti őket, akkor úgy gondoltam, hogy együtt kell működnünk. Ezért vállaltam ezt a megmérettetést, és bízom benne, hogy sikere is jutunk. Van egy gyönyörű emblémánk, az van ráírva, hogy az én miniszterelnök jelöltem Karácsony Gergő. Azt gondolom, hogy ezt kell csak a választópolgároknak tudni.